Na sziasztok, srácok, üdv mindenkinek! Többötök kérésére elkészítettem egy rövid kis tutorial videót a váltóval kapcsolatban, ugyanis sokaknak nem volt teljesen egyértelmű, hogy mégis mi merre, hány óra és hogy ez hogyan is működik egyéb irán nem kell megírni tőle, nagyon le van egyszerűsítve így igazából nem igényel a csebészeti tudományt de ettől függetlenül meg, meg is mutatom, hogy miből áll ez a váltomód. A váltomód három ö, típusból tevődik össze, automatikus, kézi, illetve kézi tengelykapcsolóval kapcsolóval, vagy akkor mondjuk úgy kuplunggal. A lényeg egyébként ö, a legegyszerűbb az automatikus, az általános beállításokban találjátok egyébként, sebességváltomód, ez a legegyszerűbb igazából, ez gyakorlatilag úgy működik ahogy a játékban eddig is működött Gyakorlatilag uh, semmi mást uh, nem kell csináltatok, mint az előre-hátra sebesség, vagy a uh, irány nyomni tehát vált, uh, váltani egy, egyáltalán nem kell nektek ezt maga a gép uh, megcsinálja helyettetek, a kuplungolást is úgy szintén értve a csoportoknak a váltását is sebesség, illetve uh, terhelés függően egyéb dolgotok ezzel kapcsolatban nincsen. Nyilván ez a legkényelmesebb ö, dolog, de lehet ennél egy kicsit realisztikusabbá is tenni. A következő szint a kézi váltó. Ez már egy picit nehezebb, de ez semmi vízes. Itt sem kell még kuplungolni egyébként, viszont magát a sebességet, ugye, illetve a csoportokat neked kell kiválasztani. A sebességeket a numerikus billentyűzeten alapértelmezetten, tehát ezt meg lehet bármikor változtatni, de alapértelmezetten a, a num plusz és num minus billentyűkkel értelmeszerűen a plusszal felfele, a minusszal lefele váltunk, illetve a csoportváltókat a numerikus billentyűzeten a 7 lehet lefelé, tehát olyan legrövidebb csoportok is, a 9 essel pedig felfelé. Itt például ebbe a Fergusonban négy csoport van, és csoportonként négy sebesség ugyanúgy tolatásnál is, ö, ugyanúgy be kell tennem megfelelő fokozat itt is négy sebesség van például, illetve ki tudjátok üresbe is tenni ö, magát a gépet. Sőt, látjátok, most az le a legrövidebb csoportban vagyunk, legmagasabb fokozat, és dobtunk egy csoportot, aztán dobunk még egyet. És most pedig a leghosszabb csoportban vagyunk, és a legnagyobb sebességfokozatban. Megállást is csak simán megálltuk, ugye viszont akkor abban a fokozatban marad. Egyébként, de kuplungolni még mindig nem fog kelleni, tehát mégis realisztikus, de ugye megkönnyíti annyival a dolgot, hogy nem kell még plusz a kuplungolással is bajlódni. A legnehezebb Módja a váltómódnak, viszont a kézi váltás kuplunggal vagy tengelykapcsolóval. Ez már kicsit trükkösebb egyébként is, az elején engem is meg megtréfált. A lényeg annyi, hogy sebességet váltani csak abban az esetben tudsz, hogyha ki van nyomva a kuplung. Látjátok, addig nem is engedi beindítani a motort míg a kuplungot be nem nyomom, alapértelmezetten a bal shift a kuplung tehát amíg próbálom indítani nem lehet innen motort egyértelműen a tenger teng nincs be, bekapcsolva, magyarán nincs oldva a kapcsolat, ugye fokozatban van a valóságban sem tudod nyilván így beindítani ilyenkor hogy nyomva tartjátok a shiftet és akkor beindítjátok ha most elengedem a kuplungot akkor lefullad ugye, mert nem adtunk neki gázt tehát még egyszer be shift. motorbe be, és a legfontosabb, hogy ilyenkor tudtok csak sebességet váltani. Tehát álló helyzetben, ö, álló, tehát álló motorral, hiába nyomjátok be a kuplungot, nem fog sebességet váltani. Tehát ilyen esetben is úgy, hogy ki lehet tenni üresbe. Viszont a sebességet akarok váltani, ha csak simán kuplung nélkül próbálnám járó motorral, nem is engedi. Egyértelműen. Shift be, és kuplunk egyes, és itt a trükkösebb része kicsit, ugyanis ilyenkor, ugye, mint láttátok, nem elég csak elengedni a shiftet, mert lefullad azonnal. Tehát nem kezd el alapjáraton, hogy összezár a kuplunk a sebességváltóval, ugye nem kezd el mint a valóságban. Ez egy kicsit úgy, igen, ki lett belőle hagyva, hanem egy pici gázt nyomtok neki, majd akkor engeditek el a, kuplunk. Tehát a kuplunkot. Tehát ráengeditek a kuplungot a nagyobb gázra. És most nyomok egy váltást, akkor kuplunk be. Ugye a, nyilván a... Ö, gázt el kell engedni hozzá. Sebességbe. Tehát lényegében a váltáskor ugye nyomod a gázt, és amikor váltani akarsz, akkor a gáz elenged, shift be, egy plusz, és már benne is van sebességbe. Ugyanígy megállásnál is nagyon fontos, hogy nyomva, tartját, nyomva tartsátok a kuplungot különben hogyha mint látjátok le, leálló és kész, le is fullad a motor hát ugye mert sebességben van és ugye a tengely kapcsoló ö, nem volt benyomva igen hosszabb ö, látjátok ugye nagyobb fokozatból nehezebben fog elindulni hiszen nagyobb nyomatékot kér vagy nagyobb, motorfullat de el lehet indulni vele, csak kicsit játszolozni kell. Ez a legrealisztikusabb módja a váltásnak. Meg lehet szokni, de az elején biztos, hogy furcsa lesz. Hozzátenném még azt is, hogy ezeket bármikor meg lehet változtatni, illetve ha van kormányotok, ahhoz való sebességváltó is, általában kormány szoktak adni, akkor nyilván ezekhez is hozzá lehet ezeket a beállításokat rendelni, és akkor nyilván, ahogy nektek a legkönnyebben kézre esik, ez úgy e, fog majd működni. hogy összességében ennyi lett volna a váltómód, srácok, még egy plusz bónusz. Az irányváltó alapértelmezetten e, az, a, szó közel lehet váltani, de most itt például az irányváltó nincsen bekapcsolva, azt egyébként ugyanúgy ki is tudjátok kapcsolni, tehát van automatikus irányváltás, a kézi. A kézivel az a space-el tudjátok ezt megváltoztatni. Vagy szó közzel, akkor mondom minden ezt is nyilván meg lehet változtatni. Úgyhogy gyakorlatilag elég sok ö, variáció létezik, amelyik szimpatikus, azt válasszátok. Köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk majd a streamekben. Sziasztok!